Mai videóban egy hasznos kis funkcióra szeretném felhívni a MetaTrader 4 használói figyelmét, ahogy én is korábban már találkoztam a pozíciózárás problémájával, főleg heves mozgások idején, ezért gondoltam, ma a MetaTrader 4 használók segítségére leszek, egy egyszerű script segítségével ennek a problémának a kiküszöbölésére. Hogy pontosan melyik is ez a kis program, ami a segítségünkre lesz a zárásban, már is megtudhatod egy rövid intro után. Aki már az XStation felületét használja, annak ilyen gondja nincsen, mivel ezek a funkciók, amiről ma szó lesz, már alapból benne vannak a rendszerben, viszont a MetaTrader 4 hiányosságait rengeteg script és expert segítségével lehet némileg pótolni, sajnos a mobil applikáción viszont ezek sem működnek, mert oda nem lehet feltelepíteni. Ettől függetlenül, aki továbbra is a MetaTrader 4 használatához ragaszkodik, azok számára jól jött a megoldás nehéz időkben, és nem árt, ha van egy ilyen kis segítségünk, akkor menjünk is át a MetaTrader 4 felületére, és megmutatom lépésről lépésre magát a telepítés folyamatát és a használatát ennek a kis programnak, szóval találkozunk a chartokon. Itt is vagyunk a MetaTrader 4 felületén, és ezt az egész folyamatot a telepítéstől a használatáig egy demo számlán fogom bemutatni, de mielőtt elmondanám a lényeget, fontos azért hangsúlyoznom, hogy előfordulhat, hogy egyes broker cégeknél ezek a scriptek nem fognak működni, de jó esély van rá, hogy nálad ezzel nem lesz gond, ugyanis a jelenlegi MetaTrader-es számláimon, akár demo és éles számlám, jelenleg is működik a rendszer, úgyhogy jó eséllyel nálad is fog működni. Aki már kereskedik egy ideje a MetaTrader 4 felületén, legyen az demo vagy éles számla, az már biztos összefutott azzal a problémával, amit én is elég gyakran találkoztam, hogy bizonyos fontos hírek kijövetelekor, ugye heves mozgásba kezdenek az árfolyamok, és a megnyitott pozíciómat nem tudtam időben zárni, ezért nagyobb veszteségeket könyvelhettem el, mivel a rendszer nem tudta kezelni magát a lezárást, ezért nagyon sokszor jóval később tudtam csak zárni a pozíciómat, mint ahogy azt szerettem volna, és erre hoztam ma egy megoldást. Mivel a mai napig ez a legelterjedtebb kereskedési szoftver, ezt használják a legtöbben, ezért rengeteg program is fejleszthető rá. Ugye a MetaTradernek a nagy előnye, hogy akik szeretnek robotozni, szeretnek experteket vagy scripteket használni, különböző segédprogramokat, akár félautomata megoldásokat, azok számára lehet jó megoldás a MetaTrader, viszont most már azért azt lehet látni, hogy egy elég elavult programról beszélünk, és ugye az XStation felületén már lényegesen több alapfunkció be van építve, ami igazából hiányzik a MetaTraderből. Az elmúlt években igazából komoly fejlesztéseken nem esett át a MetaTrader, de ettől függetlenül ahhoz, hogy valaki kereskedni tudjon, pozíciót nyitni és zárni, ahhoz mindenképp elég, viszont a zárással elég sok gond szokott lenni, ezt fogjuk ma megoldani. Akkor vágjunk is bele és nézzük is meg, hogyan tudjuk ezt a problémát kiküszöbölni. Ehhez három egyszerű kis scriptnek a telepítésére lesz szükség. Ennek a fájlnak a letöltési lehetőségét megtalálod majd a videó alatti leírásban, és a weboldalomról teljesen ingyen le tudod tölteni. Ez alapvetően az interneten is megtalálható szerintem a mai napig, de így nem kell keresgélned, hanem egyből a weboldalról le tudod tölteni, és a megfelelő mappába be tudod telepíteni. Ha sikeresen letöltötted a weboldalomról a zip fájlt, a tömörített fájlt, utána ki kell csomagolnod, és három fájlt fogsz benne találni, ezt egyszerre ki kell jelölni, és a következő mappába bemásolni, ami nem más, mint hogyha felmegyünk a file menübe, és a file menübe megkeressük a rendszer mappa megnyitását, és miután megnyitottuk, utána az MQL4 könyvtárra kell rákattintani, és azon belül pedig itt a scripteket legalul, és utána ide lehet bemásolni, és utána újra kell majd indítani az egész MetaTrader-en, én ezt a folyamatot most nem fogom végigcsinálni, tehát az a lényeg, hogyha bemásoltad ide, utána egyszerűen újra kell indítani a MetaTrader-et, mert csak akkor fogja érzékelni az új scripteket. A három fájlnak köszönhetően három különböző zárási módszert különböztetünk meg, mindjárt kicsit jobban ránagyítjuk, hogy jobban látszódjon, hogy az első a close all losses, ami azt jelenti, hogy az összes veszteséget zárja le, a következő az all orders, ami azt jelenti, hogy az összes mínuszos és pluszos kötést is egyben lezárja, és van a harmadik, az pedig csak a profitot zárja le. Ez azért jó, mert hogyha esetleg baj van, és tényleg a mínuszos kötéseinket nem tudjuk másképp zárni, akkor ezeknek a segítségével automatikusan lezárodik, tehát nagyobb a valószínűsége, hogy ki tudunk szállni a pozícióból nagyobb veszteség nélkül. Tehát ha megvagyunk magával a telepítéssel, a fájlok telepítésével, utána bezárhatjuk ezt az ablakot, újraindítottuk a MetaTrader, és még egy fontos lépés van, amire érdemes figyelni, mert csak akkor fog működni maga a script, mégpedig akkor, hogyha ide mindjárt felnagyítom, az az auto trading itt be van kapcsolva. Tehát, hogyha ezt kikapcsolom, akkor nem fog semmi működni, tehát mindenki fontos, hogy ez be legyen kapcsolva, és utána tudjuk használni majd ezeket a scripteket.
Ha mindezekkel megvagyunk, akkor nézzük is meg, hogy működik a valójában a gyakorlatban. Korábban már nyitottam több pozíciót azért, hogy be tudjam mutatni. Remélhetőleg ezek között lesz pluszos és mínuszos kötés is, és akkor így mind a két folyamatot be tudom mutatni. A következő lépés az, hogy nyomok egy Ctrl-T-t, itt látszanak alul a kötéseim. Ugye most kis kötés méretre kötöttem, nincs jelentőség és demószámla, és van egy pluszos kötésünk itt lent az USA dollár japánja, a többi viszont mínuszos. Tehát a következő lépés az az, hogy felmegyünk ide a felső ablakba, a menürendszerbe, és a navigátorra kattintva a sárga csillagra, előjön nekünk a script, és itt megtalálható mind a három, ugye kicsit ránagyítok, hogy jobban látszódjon, tehát sikeres volt a telepítés, és akkor nézzük meg az elsőt, mégpedig mondjuk zárjuk le csak a pluszos kötést, akkor close all profit, és mondja kétszer rá kattintok, akkor elvileg már le is zárta. Tehát nagyon egyszerű a folyamat. Utána viszont, hogyha rákattintok a vesztesekre, akkor most nem kell az összes orderre kattintanom, mivel most már csak veszteséges kötéseim vannak, tehát kétszer rákattintok az all losses-ra, és utána nagyon szépen le is zárja automatikusan a rendszer. Ezt kézzel nem nagyon tudnánk megoldani, tehát ilyenkor, amikor heves mozgások vannak, és látjuk, hogy rossz irányba megy a pozíciónk, és szeretnénk minél kisebb veszteséggel zárni, akkor ezt a funkciót nagyon jól lehet alkalmazni, és ezzel rengeteg pénzt spórolhatunk meg. Hát röviden ennyi lenne a script használata, nagyon egyszerű a telepítése és maga a használat is, és az elmúlt években, főleg a korábbi években rengeteg hasznát vettem ennek a kis programnak, ugyanis rengeteg pénzt tudtam spórolni azzal, hogy amikor voltak hevesebb mozgások, főleg híreknél, ugye NFP napnál és a kamat döntésnél régebben azért 100-150-200 pipeket is fel vagy leszúrt az árfolyam, és a heves mozgás miatt, ami meg nem nyugodott a piac, igazából a hagyományos módszerrel, a sima zárással nem tudtam a pozíciómat zárni, mert egyszerűen a MetaTrader nem tudta lereagálni, és ennek a kis programnak a segítségével tulajdonképpen le tudtam zárni az összes pozíciómat pillanatok alatt. Bár mostanság egyre ritkábban van rá szükség, ettől függetlenül nem árt, hogyha felkészülünk az ilyen lehetőségekre is, és van megoldásunk, azért benne vagyunk egy háborús helyzetben, gazdasági válságok jönnek-mennek, és még ki tudja, mi fog következni. Nem árt, hogyha felkészülünk ezekre a lehetőségre, főleg aki ragaszkodik továbbra is a MetaTrader 4 használatához, mivel az X-Stationen ezek már mind kényelmi funkcióként ott vannak, tehát nincs szükség külön megoldásokra, ezért is nagyon szeretem az X-Station felületét, de nyilván megértem azt, aki szereti továbbra is a MetaTradert használni, azok számára gondoltam ezt egy kis megoldásnak, úgyhogy a videó alatti linken megtalálod majd a letöltési lehetőséget, és a telepítés után tudod majd alkalmazni te is. Ez a mai videó elsősorban a MetaTrader 4 használókhoz szólt, szeretném ezt az oldalt is azért néha kiszolgálni, és egy-két hasznos tippet, trükköt megosztani a MetaTrader 4-gyel kapcsolatban. Van még egy-két jó lehetőség a tartsajomban, úgyhogy a jövőben is számíthatok hasonló videóra. Remélem, hogy hasznosnak találod ezt a funkciót, szeretném, ha mindenképp kipróbálnád, letöltenéd és elmondanád az ezzel kapcsolatos véleményedet. Ezzel a mai videó végéhez is értünk, ez most kivételesen nem egy 50 perces videó lett, és csak MetaTrader 4 felhasználóknak készült, de itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az elmúlt időszakban történt rengeteg demo és egyre több éles számú regisztrációt, amik az ajánlói linkemen keresztül történtek. Nagyon hálás vagyok minden támogatásért, és köszönöm a belém vetett bizalmat, igyekszem továbbra is megszolgálni. Így nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai figyelmedet, és remélem ma is tudtam pár hasznos információval szolgálni. Ha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt. Minden elérhetőségemet megtalálod a videó alatti leírásban, úgyhogy hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!